Egy videós legjobban a feliratkozásra tudtok támogatni, ezért kérlek ne felejtsétek el azt az egy kattintást. Köszönöm. Sziasztok, Hagyma vagyok, és ez itt a Hagyma TV következő része, és mint ahogy ígértem, a For Honorral másnap, nem tudom mikor fog kikerülni a csatornára ez a videó, de az egészen biztos, hogy az előző videót azt tegnap csináltam, és most tiszta fejjel leültem újra, és egy kicsit gyakoroltam, mielőtt neki ugrok itt a bulinak, megmondom őszintén. És miért írja, hogy két napja játszottam, amikor lehet, hogy pénteken vettem fel az első videót? Na mindegy is. A lényeg az, hogy... Ez nem tudom mit jelent. A lényeg az, hogy... kicsit gyakoroltam, de nem ide megyek be, nem akarom elrontani más játékát azért, csak hogy megmutassam, inkább egy quick match meccsbe megyek be, ez gondolom itt egy kicsit könnyedebb azért, mindenféleképpen. Tehát kicsit gyakoroltam botok ellen a harcrendszert. Nem mondom azt, hogy elképesztően jól fogok játszani. Hoha. De azért remélem, hogy ez nem hagyott nyugodni igazából. Hogy tegnap folyamatosan, tehát egy embert nem tudtam megölni, de még csak egy botot se tudtam megölni. Ezzel a kis formával gyakoroltam, és... magát a harcot, és viszont én nem értek valamit, na mindegy. Tehát ezek ilyen különleges képességek tűnnek, amiket el lehetne sütni, de én nem tudom, hogy ezeket hogy kell elsütni, vagy ezek ilyen passzív abilitik lehetnek? Na mindegy. Tehát gyakoroltam itt a harcrendszert, hogy azért képes legyek megütni egyetlen egy embert anélkül, hogy meghalnék, illetve hát anélkül, hogy ő belém ütne, és remélem, hogy elég tapasztalatot összegyűjtöttem ezzel kapcsolatban. Nem is feltétlen egyébként a legjobb karaktert választom, bár azt írják, hogy ez a legkönnyebb, ez a lovag a legkönnyebb. Hát meglátjuk, hogy mennyire lesz ez hatékony most ebben a küzdelemben. Az egészen biztos, hogy nem az én világom a For Honor. Tehát ez a fajta... ez a hihetetlenül erősen kompetitív és tapasztalat nélkül nem túl effektív játék. Tehát nem úgy, mint mondjuk a Blizzardnak mondjuk a Heroes of Storm, vagy akármelyik MOBA játék, vagy a World of Warcraft, vagy igazából a legtöbb játék, ugye a legtöbb jó játék és sikeres játék az úgy épül fel kb. Hogyha valakinek nincs tapasztalata, tehát játszani vele a játékkal könnyű, de nagyon jó, tehát jó játszani a játékkal borzasztóan nehéz. Ugye itt meg alapvetően itt nem annyira könnyű játszani ezekkel a játékokkal, tehát ezzel a For Honorral egészen konkrétan. És valószínűleg jó játszani még sokkal nehezebb, tehát ilyen szinten nem feltétlenül túl casual barát ez a történet, viszont elképesztően szép grafikája van, és még mindig így gondolom. Na kisfiaim, akkor futás. Itt vannak a playerek. Megpróbálom követni őket. Gondolom elkapjuk a B-t először. Viszont így mondjuk ez a játékmód, ez eléggé hangulatos egyébként. Na. Csapassuk, csap, 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 csap. Úgy. Ugye itt a fő feladat az gyakorlatilag, hogy valamennyire visszaverjük a pontról a piros katonákat. Na, öld már meg, úgy. Hogy el tudjuk foglalni. Hoppá, ezt felszedjük. Jaj! Hoppá, jaj, jaj! Ájjájjáj, nem vettem észre, hogy itt ilyen ellenségek vannak, de hülye vagyok. Aj, és csak öltem mindenkit, mint hogyha muszáj volna. Na már el is követtem az első hatalmas nagy hibámat. Ebben a játékban. De mindegy is. Hogy? Respawn, gyerünk, 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 gyerünk. Fuss, 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 fuss. A B-t viszont sikerült megtartunk, az A-t és a C-t elfoglalta az ellenség. Ugye itt ilyen pontfoglalós küzdelmeket... Aha. Na, üsd már meg, üsd már meg, üsd meg! Aha, hát itt ketten, hárman... Ketten, hárman rám jönnek, és nem tudok.
igazából. Valószínűleg meg kellene várnom azt, hogy... Faszán kétszer megöltek. Meg kellene várnom igazából azt szerintem, hogy együtt tudjunk menni. És... A barátaimmal, de azok már ott küzdenek elő ketten igazából. Úgy itt kaszabolunk. Már kijövünk ebből a formációból. Aj, szak! Ah. Nem tudok, egyszerűen! Na. Hihetetlen. Nem baj, elfoglaltuk a C-t, mondjuk. Ketten rám jönnek és nem tudok kettő ellen védekezni, hát könyörgök. Úgy, előre engedem ezeket a seggfejeket. Nem. Nem is látom azt, hogy merről támad, vagy nem tudom. Pedig meg kell ölnöm valakit. Itt ölöm ezeket a senkiáziakat, és egyszer csak majd jó hátulról majd jön megint valaki, aki pofán vág. Úgy, ott jönnek hárman is. Hárman, most egy kicsit. Az! Ki tudom csinálni? Nem éri el! Nem éri el, ember! Üsd már meg! Hát nem üti meg! Azaz! Úgy, menjünk vissza valahova, messzi. Hogy ne bántsanak minket. Hol lehet föl lehet gyógyulni vajon ebben a játékban? Visszább jövök. Itt se lehet fölgyógyulni. És akkor most... Áú! Oldalról megütöttek? Á, valószínűleg oldalról megütöttek. Nem baj, már megöltem egy embert. Elképesztően haladok. Igazából nyilván veszteni fogunk, tehát az szinte egészen biztos, hogy veszteni fogunk. Viszont kezdem érteni gyakorlatilag a sikerességnek a zálogát, ugye? Az, hogy nem ész nélkül beruhanunk, hanem nézzük, hogy mi történik. Elfut! Nem futsz el, bunkó! Úgy. Jó, ezt kinyírtuk. Elfoglaltuk a B-t. Megyek utána a cimbora után, hát tudok neki segíteni, illetve egészen biztosan segítenem kell neki. Ha sikerülne elfoglalni a C-t, még nem lenne minden veszve. Igen! Elfoglaltuk a C-t. És most mi legyen? Mi legyen a feladat? Az A-t vissza kéne foglalni. Le lehet esni? Lehet... Ja, nem.
Nem kéne innen leugrani, mert ez elég erős magasság. Megpróbálunk itt leszaladni. És föl kell tenni azt a kis csapattársunkat, aki ott megpusztult. Ott a bázisunkon kempelnek minket? Hát ennek most nem örültök, fiaim. Aha, egy most rossz felé csaptam, ezt most védem. Futál, fuss-e utána! Passzára, egy. Ah. Hát elvesztettük a csatát, viszont a végére valamennyire... Ah, nagyon jó. Igazából elvesztettük, hát szinte egészen biztos, hogy elvesztettük a csatát. De a végére azért belőttem a játékba, tehát a következő quick match, amit természetesen most itt meg is láthattok. Az nem biztos, hogy... Hol van? Hol van? Ott van. Üss már meg! Üssed! 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 Ugorjál! Ugorjál! Jaj, ne! Revenge! Megöltem vagy nem öltem meg? Nem tudom már. Ja, valószínűleg nem, mert ott... Nyomogatok össze-vissza mindent. Jó, egy pillanat. Oké, jövök már. Még mindig életben vagyunk. Jönnek rám ezek a kis mobok, persze ezek... Aha, ott van, né? Még mindig béna vagyok a játékban, természetesen. De már... Opa! De már nem feltétlen annyira, mint ahogy legelőször. Na nézzük még egy játékot, aztán szerintem nekem ennyi a For Honor, megmondom őszintén. Nem nagyon szeretnék... Elértem a második szintet. Nem nagyon szeretnék igazából ezzel... hosszan játszani, illetve ilyen komolyabban játszani. Next match. Ready? Ha, menjünk ready-re. Mégis tök mindegyikkel játszom. Nyilván sok mindent kell tanulnom, és valószínűleg sok mindent nem is tudok a játékkal kapcsolatban. Tehát ugye egy hétvége, egy nap, vagy két nap, az nem feltétlenül elegendő, hogy egy játékot úgy megismerjünk, főleg, hogyha az embernek más játékokkal is kell játszani, hogy tényleg mélyre szántó betekintést tudjunk róla adni. Viszont az első felindulásnál azért sokkal-sokkal-sokkal szimpatikusabb maga a játék. Kezdem érteni, hogy egyáltalán miről szól ez a történet. Hogy itt lehet szerintem ezek a ezekkel... Lehet, hogy teljesen hülye vagyok. Jó, hogy ezeket szintlépésekkel kapom meg ezeket? Vajon? Valószínűleg. Jó, ready. Igen, ennek a karakternek valószínűleg a lassúsága az, amelyik az, ami nem feltétlen az erőssége, illetve hát hogy van egy gyorsabb, kevesebbet sebző emberek, viszont eléggé páncélozott, hát
Nyilván ennek utána kell olvasni egyébként mindenféle fórumon és mindenféle elérhetőségen, hogy melyik karakterrel hogyan kell játszani, mik az erősségei, mi a gyengéi, esetleg milyen képességeket kell kiválasztani hozzá. Így viszont már nem feltétlen, oppá, van egy botunk, nem baj. Nem feltétlen annyira unszimpatikus a játék, amennyire először az volt. És elképesztően jó grafikája van, srácok. Hát ez hihetetlen, hát nem hiába. Lehet szídni egyébként, lehet szídni az Ubisoftot, tényleg, mindenféleképpen, de optimalizálni azt tudnak. És grafikát csinálni is tudnak egyébként. Hát remélem ez megmarad mondjuk a Wildlands nevű játékhoz is a megoldás, de hát ma meglátjuk. Másik pálya, vikinges pálya, hogyha jól látom. És rohanunk a C-re talán. Az lesz a legelső, vagy a B. Vagy rohanjunk a C-re. Rohanjunk a B-re, foglaljuk el ezt gyorsan. Aha, itt vannak a komák is. Itt ezt ki is nyírtuk, nagyon jó, itt a másik, akit kinyírunk, nagyon jó! Hoppá! Harmadikat meghalt? Ezzel mit tudunk csinálni, semmit. Ott viszont, aha. Úgy, megölünk. Úgy, hát ez egy... Au. Ez egy... Opa. Meg a barátomat is megütöttem. Hát... nyilván egy botról volt szó. Viszont most fél élettel ez alatt elfutunk. És itt üldöz, öcsém. Itt üldöz, gyere, cimborák, segíts nekem. Uha, aha, hát ez belementem sajnos a közepébe. Nem baj, takedown. Az azt jelenti, hogy hármat megöltem, és egyszer haltam meg. Na ez már valami! Viszont nem foglalunk pontot. Áj, de hülye vagyok, hát megint beleestem abba a csaptába, amit általában az emberek beleesnek, hogy nem az a lényeg, hogy mekkora freged van, hanem az a lényeg, kisbarátom, az a lényeg, hogy el kell foglalni a pontokat. És most én elmegyek a C-re. Úgy döntöttem. Elmegyek a C-re, és hogyha egy pici szerencsém van, akkor ez bizony nem védi senki. Opa! Üssed már! Úgy, nagyon jó. Jó, elfoglaltuk a C-t. Menjünk tovább a B-re. Elfoglaltuk a B-t is, ha jól látom. Nem, még nem foglaltuk el, még innen ki kell írtani ezeket a kis semmire kellőket. Jó, nagyon jó az animáció, remélem nem jön hátam mögött valami idióta. Úgy, elfoglaltuk a B-t. Visszamegyünk a C-re gyorsan. Azt is gyorsan elfoglaljuk. Elfoglaltuk. Megpróbálunk az arra átszaladni. Hopp, segítünk ott csapattársunknak. Üss már le! Úgy. Jó, üss rá egy nagyot, úgy. Király vagy. Még lehetett volna itt nyomkodni egy gombokat. Jó, ezeket mindenféle célzó csapás nélkül ütögetjük. Jaj, ne! Úgy, és van valami képességünk, amit elnyomhatunk. Csak előtte ezt kinyírjuk. Oda fogok menni a haveromhoz, ha beledöglök is, hát nem lehet arrébb menni.
Jó. Nagyon tud királyos szuperszónikus. A csapat... Au! Au! Fussál, fussál, fussál! Aja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 j
annyira rossz most! Ebben a játékban, ebben a meccsben. És ez azért valamennyire elégedettséggel tölt el, de most megint elkezdett vezetni a piros. Hát csak el kell szaladnom megint a C-re. Igen. A C lesz a pontom, és utána hátulról a B-t megpróbálom elfoglalni. Jó, elfoglaltuk, hát megelőztek igazából ezzel a gondolattal. Itt kis barátom, itt a... Hova futsz? Gyere apuhoz! Jó, elmegyek elfoglalni az át. Nem, nem csapsz rám, de nem csapott, nem csapott. Mász föl, mász föl, mász föl! Ögy. Most viszont itt vannak 16-an, úgyhogy remélem lent elfoglalnak pontokat. Mert ez most gusztustalan volt egyébként. Hát nem. Nem, nem, nem. A B-hez vissza kell nyomni az embereinket. Az egészen biztos. Jaj, már megint itt vannak 8-an. Ez nem gyógyít. Elfelejtettem megnézni, mit csinál. Nem tudom megnézni. Ja, de ott van. Aha, tehát azért a... majd megkapom ezt a buffot. Aha, ez körülöttem van ez a buff, és akkor ez így ügyesen buffot ad mindenkinek, és menekülj! Azaz! Ah, meghaltam. Na nem baj! Nem baj. Nem vagy, nincs akkora nagy lemaradásunk. A B-t vissza kell foglalni, a B-t tartani kell. Megyek én is oda a B-re. Mindenféleképpen hát mondjuk a C-t meg tök könnyű lenne elfoglalni. Igazából. Megnézzük mindjárt, hogy ott a kollega. Ha valaki megy a C-re, akkor én megyek a B-re. Ha valaki nem megy a C-re, itt lehet látni, akkor megyek a C-re. Igen. Tökéletes. Megyek a C-re. Aha, és itt jönnek is. Na, üsd már meg! Üsd már meg! Üsd már meg! Aha, hát... Nagyon jó. Nagyon fasz a csávok vagytok itt ketten. Hogy sikerül kinyírni engem egyedül. Jaj, és most nagyon lemaradtunk. Hogy a picsában maradtunk le ennyire? Hogy maradhattunk le ennyire? Hát... Úgy látom, ezt a játékot is elvesztettük. Viszont kezdek ráérezni erre a játékra, ami igazából egy teljesen fölösleges dolog szinte, mert valószínűleg ez volt az utolsó alkalom, hogy ezzel játszottam. Mit mondjak? Így a végére egyébként megtetszett maga a játék, és hogyha... mondjuk így ingyenes lenne, akkor lehet, hogy így ölnék bele valamennyi kis energiát, hogy... hogy én ezzel jól tudjak játszani, ugyanakkor ez most így nem az én stílusom. Minden esetre köszönöm szépen, hogy itt voltatok, hogy végignéztétek, remélem tetszett a videó,
aztán írjátok le a véleményeteket is a For Honorról, kipróbáltátok, nem próbáltátok, sikerült-e bétát szerezni, nem sikerült bétát szerezni. Illetve hogyha sikerült bétát szerezni, akkor nektek mi a véleményetek magáról a játékról. Aztán meglátjuk. Sziasztok!